Szeretettel köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és most végre megint egy férfi ember a vendégem, Nagy Sándor színművész személyében. Elmondom a nézőknek, hogy én felajánlottam, hogy tegeződjünk, jó? Hát azt nem kell, hogy tudják, de rajongok érted, sokszor láttalak, látlak, és még remélem foglak látni színpadon. Tegnap előtt találkoztam valakivel, akinek megemlítettem, hogy ma a vendégem leszel. Ó, azt mondja, ő egy orvos természetgyógyász, ó, hát én őt kisfiú kora óta, még kisvárdáról ismerem, és mondom, milyen volt Sándor, vagy Sanyi, nem tudom, hogy szereted, Mindent, mindegy. Milyen volt kisfiúnak? Azt mondja, nagyon aranyos, nagyon jól nevelt, és nagyon okos kisfiú, és nagyon érdeklődő. Emlékszel arra a kisfiúra, amilyen te voltál sok évvel, vagy nem olyan sok évvel ezelőtt? Először is szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. Hogy milyen kisfiú voltam, nagyon uh, igyekeztem jó gyerek lenni, tehát hogy nem mondhatom el, hogy mennyi balhém volt gyerekkoromban. A bátyámmal igen, szóval vele azért amit lehetett, azt megcsináltuk. Tehát az egymásra szemben nyilazás három méterről, és a verekedés, és a veszeked, szóval minden, minden volt. De ezen fölül én nem voltam egy renitens gyerek, tehát én igyekeztem jól tanulni. Érdekes módon uh, valahogy így bennem van az, hogy így jót szeretnék tenni, vagy szeretnék valamit adni. Az embereknek valószínűleg ez a szakma is így talált meg, hogy ezzel úgy lehet adni az embereknek valamit, meg én is kapok belőle, mint visszajelzés, és én nagyon szerettem volna a szüleimnek örömet okozni, tehát tulajdonképpen mostanában jöttem rá, hogy én azért tanultam jól, hogy a, a szüleimnek örömet okozzak. Az is olyan furcsa dolog, szóval nem, azért nem voltam rossz gyerek, mert tudtam, hogy ez őket szomorúvá tenni, úgyhogy inkább jó gyerek voltam. Ők mivel foglalkoztak, vagy foglalkoztak? Hát édesanyám a MÁV-nál dolgozott sokáig, édesapám pedig vállalkozó volt alapvetően. Már az utóbbi években, évtizedekben iszonyatos fejlődés Igen, indult, mert Kisvárdán is, szóval ott... Igen elképesztő beruházások, a strand, a mozipark, az ember csak úgy néz, nyílt most egy McDonald's, tehát hogy ilyen egészen elképesztő a, a, a fejlődés. Ma már azért nagyon sokan, nagyon sokan, sőt, szinte minden fiatal egyetemre, főiskolára járt, tehát most már, most már nem is divat szerintem, nem, 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 nem tudom tanult embernek lenni. Igen, hát aki oda elmegy, én nemrég Máté Szalkán is jártam, Kisvárdán is jártam, Nyíregyházán is, és tényleg leesik az ember áll, igen, ahogy, igen. hogy. A színházzal kapcsolatban, meg engem gimnáziumban talált meg először a színház, de az is úgy, hogy én annó zenéltem, vendéglátoztam, és akkor kicsit közelebb kerültem a műzikelekhez, mint a zenésműfajhoz, és akkor elkezdtem musical dalokat is énekelni így otthon, meg fölvettem a kis kazettás magnómra, akkor azt visszahallgattam, akkor még egyszer fölvettem, és akkor így kerültem be a doktorok szintársulatba. Ne ugorjunk ennyire előre. Én egy kicsit számolgattam, és valahogy a számok se hogy se akarnak összejönni, hogy vendéglátóztál. Hát hány éves voltál, amikor te vendéglátóztál? Hát 13, amikor elkezdtem. Hát, <laughs> azért nem jöttek ki jól a számok. Hát 8 kisfiú hogy kerül bele a vendéglátó világába? Nagyon érdekes ez, mert édesapámnak volt egy hobbi zenekara, és már akkor is nagyon vonzott, amikor elvittek egy-két, vagy elvittek egy-két próbára, és ott néztem, de alapvetően nagyon vonzott engem a hatása ennek az egésznek is a Tirpák Feri barátom, aki akkor zenész volt a faluban, és gyönyörűen énekelt, és gyönyörűen zongorázott, és tényleg egy kotta olvasott. Tehát egy olyan, olyan zenész volt, aki, aki nem csak úgy próbálgatta, hanem ő, ő, egy művész ember volt, és gyönyörűen énekelt, és már akkor, ez volt a 90-es évek elején, már olyan ö, hangtechnikát vett magának, és azzal lépett föl, amire én most azt mondom, hogy ez CD minőségbe szólt. Szóval nem az, hogy dünnő, 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 hanem, hanem az, úgy, úgy az arányok a minden, és úgy csodáltam azt, hogy ez a hangzás úgy kijön, és nagyon nagy hatása volt rám az, hogy hogy hat az emberekre, amit ő csinál. Tehát láttam azt, hogy mindenki odáig volt, és imádták, és hú, hát a ferése, és igazuk is volt. És akkor azt mondtam, hogy fú, én akarom, akarom érezni ezt a, ezt a dolgot. És aztán édesapám még vettek nekem egy szintetizátort, és emlékszem, hogy teljesen rá voltam kattam, és egy reggelig programozás is a minden. És akkor ilyen egy újjal elkezdtem. A Komár László a Marina Marina című feldolgozása volt az első dal, amit így egy ujjal, Pötyöréssel megtanultam, édesapám mutatta meg. És aztán elkezdtem magamat egy picit fejleszteni, nyilván autodidakta módon, de, de elkezdtem dalokat tanulni, és 13 voltam, amikor annyi dal összegyűlt hogy már egy kisebb fajta esküvőt mertem vállalni. Hát, volt a közönség, amikor ott mindenki erezd el a hajam hangulaton, és egy... Nem valószínűleg hát egy... nem nagyon értették, én úgy, nem, úgy működött. Úgy azt éreztem, hogy így működik a dolog. Tehát nem, nem valottam kudarcot, nem valottam szégyent és, és, és működött. Édesapámik régi erősítőjét, hangfalait összeszedtük, és akkor azzal, azzal, álltam ki. Emlékszem, hogy olyan erősítőjük volt, hogy kávét is lehetett vele főzni, meg nem tudom, szóval ilyen igazi házi turbina volt, de, de nagyon, nagyon szerettem, és akkor onnan elindult ez a dolog. Az, hogy te orvosnak vagy lelkésznek készültél, ez csak úgy az interneten fel... Nem ez igaz. Igen? Ez igaz, igen, először sebész, aztán nőgyógyász szerettem volna lenni természetesen a hormonok lázadását követően, és aztán sajnos nem szerettem a gimnáziumon a kémiát és a fizikát. A biológiát még hagyjál, mert az osztályfőnököm tanította, akit imádtam, és ezért imádtam a biológiát is. De az, a kémiát, fizikát nem szerettem, és ezt az orvosira azért az eléggé kell, meg a matek, szóval ezek. És én nem voltam egy reál beállítottságú ember. És a lelkipásztosság meg azért jött, mert, mert emberekkel akartam foglalkozni. Tehát, hogy azt éreztem, hogy az embereknek szüksége van segítségre, lelki segítségre, meg támaszra, és valahogy ezt úgy a jó Istennel kötöttem össze, hogy, hogy mint valami közvetítő, a, valami reményt sugározni feléjük. Arra gondoltam egy pillanatra, hogy tulajdonképpen mikor egy, egy lelki pásztor kiáll a hívek elé, az is valamilyen túl azon, hogy Istenhez az út, de túl azon, az mégis valahol egy, egy színészi vagy előadói Abszolút, igen. teljesítmény. Tehát a színház, is. ugye, tálya papja is szokták mondani. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez valami hasonló. E, és ennek is a titka, vagy a, vagy az, a, a hitelesség a legfontosabb tényezője. Tehát ahogy amikor egy lelkipásztor kiáll, és az ember az első mondat után tudja azt, hogy Istenem, de jó lesz ez most, és érzem, hogy ez tényleg most valami történik, szerintem a színház is csak így működhet, hogy ha igazi. Mennyi szerencse kellett, hogy téged 98 van, amikor még mindig csak 18 éves voltál, a szírtes Tamás felfedezzen? Az igazság az, hogy engem a tanár úr később fedezett föl, mert én a doktorokkal játszottam Kisvárdán. Na akkor mesélj, most végre a doktorokról, hogy Igen, mi is ez a doktorok. Legelőször 14 éves voltam, tehát már gimibe jártam, amikor azon a nyáron, vagy már 15 azon a nyáron István a királyt játszott a doktorok, és az én egyik volt osztálytársnőm, a Bartos Patricia, aki már akkor a Toldi Marika néhez járt, akkor hívott, hogy nem lenne kedvem statisztálni ebben az István király előadásban, fűfa, virág, bokor, nép, tánc, stb. És először ott fogott meg az, hogy micsoda hangulata van egy ilyen próbaidőszaknak, hogy mennyi embert meg lehet ismerni, hogy mindenkinek egy, az úgy, egy a célja az adott darabon belül, hogy az siker legyen, a siker az közös, én nagyon csapatjátékosnak tartom magam. És így kerültem be a doktorokba, aztán ki kellett hagynom egy pár évet, mert német speciális gimnáziumba jártam, és nyelvvizsgáznunk kellett, harmadikba, amit sikeresen meg is csináltam, és azt már, aztán már negyedikben megint meghívtak, és akkor Isten nyugtassa a Miklós Tibor, aki a nagyon ikó férje, aki egy csodálatos szövegíró és, és, színházi csináló és rendező, akinek én nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Ő az ő ötlete volt, hogy ebbe az utazás című rokoperába, amit ő írt is a Kocsák Timor, Karnagy úr, hogy a Kisvárdán akkor egy pici szerepet kapjak benne. Aztán ott annyira megtetszettem neki, hogy a következő évben már az Anna Kareninát mutattuk be, ahol az Anikó volt az Anna, és akkor én bennem meg valamilyen látta azt a fantáziát, hogy én leszek a Karenin 18 évesen. Ez nem kis kihívás. Nem, nem? kis kihívás, de hál' Istennek föl sem fogtam szerintem, hogy mi történik, csak mentem és csináltam. És alapvetően ez egy drámai szerep. A Karenin azt gondolom, ott a, ugye az, Annának a Vronszkijval való félremenése, a megcsalás, a magára szóval, hagy. valahogy úgy nagyon élveztem ezt a dolgot. És akkor a, a Kocsák Tibor Karnagy is lejött Kisvárdára és megnézte ezt az előadást, és azt mondta, hogy ha a lesz valami, akkor nekem, meg a Nagylóri kollégámnak szól. És ez így is történt. Pár hónappal később hívott, hogy lesz a nyomorú takcímű el a Madásban, Szirtes Tamás rendezi, és hogy menjünk el. És a Szirtes Tanárról így találkoztam, aztán vettek fel az Egyetemre, és tulajdonképpen az Egyetemen is már, de az Egyetem után volt az, aki elindított engem a pályán, az a Szirtes Tamás volt. Tudod, hallgatlak, és arra gondoltam, hogy hányszor mondjuk egy ember életére, sikereire ránéz, hogy micsoda szerencséje volt. És azért az, hogy a szerencse a te életedben, én kiegészítem azzal, hogy, hogy készen kell lenni, hogyha jön egy szerencsés pillanat, akkor én ott meg tudjak felelni, nem? Nagyon sokat gondolkodom ezen, mert, mert ugye nagyon különféle sorsok vannak, a csak az ember közvetlen környezetében is, hogy, hogy vajon mitől lehet az, hogy valakinek sikerül, valakinek meg nem. És olyan, olyan fura ez, hogy, hogy mennyi minden apróságnak kell stimmelnie, mint a puzzle. Hogyha nincs meg az összes kirakó, ha nem vagy pont jókor, jó helyen, akkor és nem vele beszélsz, és nem ott vagy, akkor, akkor lehet, hogy egy csomó minden nem történik meg. Szóval nagyon foglalkoztat a spiritualitás, nagyon foglalkoztat engem, és nagyon foglalkoztat az eleve rendelés, és a, a spontanitása az életnek. Tehát, hogy mi az, ami, amin rajtunk múlik, és mi az, ami tök mindegy, hogy mi hogyan cselekszünk, az így is, úgy is meg fog történni. És ennek az arányára nagyon kíváncsi lennék, hogy egyszer beszélgethetnék valami gurúval, vagy valami hasonló mesterrel, hogy hogy mi az, ami csak és kizárólag rajtunk múlik, és mi az, ami ez tulajdonképpen mindegy, hogy hogyan, mennyit teszünk hozzá, az akkor is bekövetkezik. Szóval nem tudom, hogy az én életemben, nyilván nagyon sokat dolgoztam, és nagyon és szorgalmas voltam. Ez a lényeg. Igen, nem, csak hogy közben ezt a szorgalmat otthonról hozom, tehát hogy ez, ez igen, tehát hogy a, a sok pici összetevője ennek a dolognak. A főiskola, vagy egyetem, Most talán már, egyetem. már a te idődben, már egyetem, már egyetem volt, volt persze, az, az mit, mit adott? Milyen, mi, miben erősített, vagy épp gyengített, vagy mi, mi, mitől állított téged útra? Kerényimre volt az osztályfőnököm, engem harmadjára vettek föl, négy év alatt, mert hogy egy, 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 évet... Kell, nem? Tehát, hogy az ember Igen. először, engem is, tehát én is kétszer el lettem utasítva, ahova jelentkeztem, és ahhoz kell már egy nagy csak azért is, nem? Tehát, hogyha... Igen, meg, meg valahogy úgy, úgy, az első felvételére emlékszem, amikor édesanyám, amikor a hátam mögött a balagási öltönyben elmentem felvételizni, és fogalmam nem volt, hogy mi ez az egész. Tehát ott jöttek, mentek emberek, magukba beszéltek, énekeltek, tényleg, mint egy díliházba. És bementem, és ott elmondtam, és aztán kijöttem, és nem tudom, és nyilván nem jutottam tovább. Aztán utána megpróbáltam a következő még egyszer, akkor már a második rostályig jutottam. Emlékszem, hogy a Gáfi László tanár úr volt, aki bent volt, mint, mint zsűri. És aztán akkor már a Toldi Marika nénihez jártam, és a, a Tatár Eszter volt a mesterség tanárunk, és ő a Madáciászban volt akkor a, a Kerény Imlének az asszisztense és egy nagyon nagy tudású ember, és nagyon tisztelem és szeretem őt a mai napig. És akkor rájöttem, hogy valószínűleg nem tudok semmit. És egy évet kihagytam, és nem is jelentkeztem a harmadik évben, hanem majd a negyedik évben, 2001-ben jelentkeztem, és akkor az Imrén indított osztályt, az utolsó előtti zenés osztály volt, és valami fantasztikus osztályt verbúvált össze, tehát a mai napig pont most szervezzük a Viberen, hogy na gyerekek, osztálytalálkozó, hát mi van már, hát csináljuk már. És minden évben akár többször is találkozunk, ha nem is mind a 17-en, akik végeztünk, meg akiket fölvettek, de nagyon szeretjük egymást, és nagyon akarjuk egymást látni és tudni a másikról és az Imrének én nagyon sokat köszönhetek. Nem mondom azt, hogy ő végig intenzíven ott volt abban a négy évben, de közben valahogy az első évben annyira összerakta ezt a csapatot, és annyira, annyira jól válogatott össze bennünket, hogy, hogy egy hihetetlen sikeres csillagzatú osztály lettünk, és hát nekünk még volt olyan az údri színpadon, hogy álló jegyet is kellett árulni, mert nem volt már ülőhely, viszont jöttek a nézők, és akkor valamit ki kellett találni. Vagy nekünk saját külön bejáratú darabot írt a Tasnád István. Szóval, szóval, csodálatos évek voltak. Mondanál néhány nevet az osztálytársait közül? A Tompos Kátya, Dolhai Attila, a Szemenyei János, a Pelleranna, Nádasi Vera, Ömbölipali, Fila nagylóri Nagy Szegő Adri, Posta Viktor jó társaság. Nagyon jó jó társaság, társaság, társaság. Nagyon jó társaság. Mielőtt itt ezen az úton tovább haladnánk, én így szeretek beszélgetni, hogy egy kicsit így csapongok, egy picit Kisvárdára térjünk vissza. Milyen volt onnan felkerülni a fővárosi létbe, illetve a szüleid, mennyire támogatták ezt a te. Elmeneteledet, vagy egyáltalán azt, hogy egy művészi pályát választasz magadnak. Ugye én értem jártam a gimnáziumban, a egy gimnáziumba, és ugye mindig reggel vonattal, a, nem tudom, hetes vonattal mindig mentem be, az egy perces vonatút, és euh, én soha nem voltam a szülői háztól, fényes Litkei, szülői háztól távol, nagyon. Azt hiszem először nyolcadikban, mikor följöttünk Pestre osztálykirándulással, meg ilyenek, de úgy nem nagyon, vagy zánkára elmentünk. És amikor fölkerültem Pestre, akkor először egy, egy a Koskára gimnázium, vagy a kollégiumba kerültem, Amit a Magyaródi úton van, azt hiszem. És hát ez egy ilyen, nem is tudom, hogy koeduk, vagy volt egy külön fiúszárny, meg egy női dolog, és hát oda ö, szakközepesek voltak, meg iparisok jártak oda, és én bekerültem egy a szobában, mint ami most itt beszélgetünk, és öten vagy hatan voltunk ilyen emeletes egy szobába teljesen mással foglalkozó emberekkel. És az a része nem zavart, mert mindenki jó fej volt, meg kedves volt, de az, hogy én távol vagyok, és be vagyok zárva egy szobába, nem tudom, hogy mi hol van, hogy Pest egy hatalmas város, és én most melyik buszra szálljak, hova menjek, iszonyatosan ijesztő volt először. Nagyon ijesztő volt, és emlékszem rá, hogy egy hónapig voltam ebben a kollégiumban, és minden este sírtam. <laughs> nagyon, nagyon vicces volt, mert a, bementem egy ilyen bevásárlóközpontba, és a, a földön találtam egy, egy Titanic kazettát, és akkor még walkman volt ez a kazettás, és minden este Titanicot hallgattam, és arra bőgtem minden este, hogy én milyen, milyen rossz nekem itt a szülők, meg mindenki nélkül. És aztán az asztalos Robi barátom, aki folyamatosan volt Fényeslitkén, Fölhívott, volt, hogy hát képzeljem, az van, hogy ők is fölkötöztek Pestre egy albérletbe, van három szoba, és a harmadiknak még nincsen gazdája, hogy esetleg ha gondolom. És onnantól egy csodálatos két és fél három év jött, mert... Zuglóban egy gyönyörű kertvárosi részen volt ez a lakás, és hát imádtam. Imádtam a srácokat, akivel laktam, az egésznek a szabadságát. Ugye akkor még az volt, hogy, hogy ha volt fellépés, akkor azt még vállaltam, még ugye esküvőket is csináltam, mert az egyetemmel fejeztem be ezt a vendéglátózást. Tehát, hogy tulajdonképpen pénzt is tudtam keresni és ugye nem volt még akkor a felelősség. Szóval az volt, hogy persze, csináljuk a Tódi Marika iskolát, tanulunk, megyünk, csináljuk, vizsgázunk, és aztán meg felvételizgetünk a főiskolára, aztán valami majd csak lesz. És ez egy csodálatos időszak volt, az egy ilyen nagyon igazán szabad időszak volt. És a felnőtté válásnak egy jó indulása, nagyon, ugye? Igen. És az, hogy a szüleid hogy engedtek el? Mindig mindenben támogattak engem, és nálunk soha nem hangzott el az a mondat, hogy valami rendes szakmát is csinálhatsz nál azért. Mert soha. Sok színésznél ott van, igen, hogy soha nem. mellette valami. Soha nem mondták, hogy azért el azon, hogy valami normális közgáz, vagy valami pénzügyi dolgot. Soha. Soha mindig nagyon maximálisan hittek bennem, és valahogy érdekes módon Tényleg, nem, nem, de soha nem kételkedtek abban, hogy nekem ebben van helyem. De tényleg, egyszer se. Szoktak jönni Pestre? Ja, de jön természetesen. Most legutóbb Nyíregyházen játszottuk a a világ című előadást, és oda is eljöttek, azt is megnézték. Persze, ha tudnak, akkor mindig. Érdekes, mert premierre nem szeretem, hogyha jön bárki, mert akkor az emberben van egy olyan adrenalin túltengés, meg egy olyan stressz, és a premiereket sem szeretem önmagukban, mert ugye olyankor van az, hogy na, ha valami a premieren nem sikerül, akkor soha többet. Ez nyilván nem igaz, sőt, hát a premier után még tíz előadás, mire beérik egy szerep, én azt gondolom. Szóval ennek van egy olyan stressze, hogy én nem szeretem, mert, mert, mert tudom, hogy nem tudok velük foglalkozni, és zavar és idegesít, hogy akkor ők most megérkeztek már, nem, le tudnak ülni, megvan-e a jegy, nem tudom, és nem akarok ezekkel foglalkozni. Ez valahol egy önző dolog. De, de, közben meg ezt inkább nyíltan egyenesen megmondom, és hogy majd, ha beért, akkor jönnek, és akkor megnézi. Megnéztem, hogy hány színházi szereped volt. Ugye, hogyha úgy számoljuk, hogy 2005-ben végeztél az egyetemen, most 2022-t írunk, tehát 17 év, 41 színházi előadásban. Wow. Igen, hát ha, ha igazat ír ugye az internet, meg tévésorozatok, meg koncertek, meg önálló koncertek, vagy, vagy fellépések. Főiskolásként gondoltad-e, elképzelted-e, hogy majd ilyen, ilyen sűrű lesz mondjuk az első húsz éved? Már. É, most egy gondolkodom, szerintem most már több mint 41, ebe biztos vagyok, mert, mert a pandémia előtt 20 darabban játszottam, és ez csak a pandémia előtti időszak, ez a 2018-19, tehát abból gondolom, hogy korábban uh -huh. még ugye voltak mások. Mi volt a kérdés? Bocsánat, hát csak hogy, már ezen gondolok. Gondoltad-e főiskolásként? Ja, mert hogy ez lesz? Igen, hogy, hogy ennyire sűrű lesz, és rögtön ennyire. Nem gondoltam, hanem. Azért érdekes ez, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha jó Isten rakta volna elem a lépcsőfokat, és nekem meg rá kellett lépni. Nyilván egy-egy ilyen lépés mögött nagyon sok munka van, és nagyon sok lemondás, áldozat, stb. De de hogy úgy, úgy az ember úgy tette a dolgát. Tehát, hogy így, és nyilván először még nagyon fontos volt, hogy hányan várnak meg a, a bejáratnál, és megvárnak-e, és akkor jött az Adagyó zenekar ugye 2005-ben, hogy akkor ú, aztán már ismertek a tévéből, minket, meg nem tudom, szóval ezek mind-mind nagyon fontosak voltak akkor. De akkor is azt éreztem, hogy ha fölkértek egy szerepre, akkor én azt minél jobban a magamhoz képest, az akkori tudásomhoz képest minél jobban meg tudjam csinálni. És... És valahogy nem is foglalkoztam ezzel. Tehát annyira sok minden jött, és rögtön 2005 után, hogy az első előadás, amiben szírtestanáról meghívott, ez a volt egyszer egy csapat egyik főszerepe volt, hogy annyira beindult ez a dolog, hogy én nem, nem volt időm azzal foglalkozni, hogy, hogy én most uh, nyilván nagyon hálás voltam, és nagyon tudtam azt, hogy ez egy nagyszerű dolog, és egy kiváltságos helyzetben vagyok. De de nem gondolkodtam azon, hogy most én gondoltam-e arra, hogy ez így lesz, vagy nem, hanem, hanem ami jött, azt csináltam. Ugye operett musical szakon végeztél, igen, de... Bár az operethez nem sok közön van, nem, de igen. Így igen. van, és uh, ugye én, én a legtöbbször téged a, a játékszínben látlak, és egyre több olyan szereped van, amikor prózai színészként. Hát sőt, most már inkább sőt, csak azok vannak. igen. Ez egy nagyon buta kérdés, azt kérdezni, hogy, hogy mit szeretsz jobban, amikor musical, vagy amikor próza, vagy akkor javítok a kérdésen, hogy melyiket miért szereted. Nekem volt egy ilyen hangi törésem, nem fizikálisan, hanem valószínűleg lelkileg a túlterheltségtől, a sok mindentől, és elkezdtem olyan 2008-2009 környékén úgy nem tudni énekelni. Tehát ott volt egy nagyon-nagyon nehéz időszak, hogy olyan, mintha így fölkeltem volna, és csak álmodtam volna, hogy én ezt tudom csinálni. Tehát én nem, nem tudom megmagyarázni. Nyilván ez egy folyamat volt, és értek mindenféle traumatikus helyzetek a, a, a különböző előadásokon, vagy szakmán belül, nagyon-nagyon nehéz volt megélni, és valahol egy picit ilyen kényszerpálya volt az, hogy akkor, akkor egy másik láb kell. És ebben is a Szirtes tanár úr nagyon nagy segítségemre volt, mert az első prózai szerepet, amit a Gávölgyi János és a Hernádi Júci, vagy Judit lányok, vagy lányok én. Szóval az ő gyermeküket játszottam a jutalom játék című darabban, és egyrészt óriási megtiszteltetés volt. A Jánossal már találkoztam ugye a Producerek című darabban korábban a Hernán Juditot akkor ismertem meg, és, és azt hiszem, hogy ott indult el ez. És akkor következett a sorsbolondja, és, és jöttek a prózai felkérések. Akkor nem szívesen vállaltam énekes szerepet, és, nem, és vissza is adtam sok mindent, mert azt éreztem, hogy nem vagyok rá képes. Aztán utólag visszanézve felvételeket, csak én uh -huh. gondoltam ezt így, és legyen neked a te hitet szerint elvalapján, ezt én el is hittem, hogy ez így van, és az uh -huh. nekem nem megy az utóbbi pár évben, meg talán a pandémia ilyen szempontból jött, tehát hogy így átértékeltem ezt az egészet, és bevettem azt a bizonyos rom tablettát, és akkor onnantól kezdve ez a dolog elkezdett úgy visszajönni, és ma már nem ijedek meg, hogyha a zenés felkérés van, de a prózai vonal az egyértelműen ennek köszönhető. Ez is nagyon érdekes, mert akkor megélni ezt az egészet borza. Hát 13 éves koromtól én nekem ez volt az életem, hogy én bárhova mentem, alig vártam. Elmentünk vendégként egy esküvőre, és addig sertepertéltem az énekes vagy a zenész mögött, amíg el nem énekeltem két-három nótát, és azt mondták, hogy wow, ez ki. És én ezt tudtam, hogy ennek ilyen hatása lesz. És egyszer csak ez nem volt többet ez nem volt többet. És, és megélni szörnyű volt, de közben meg, ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy a mai napig csak műzikelekben énekelek és prózát meg nem játszom, ami meg azért egy sokkal színesebb és szerteágazóbb, akár korosztályon belül is, mint mint, 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 ha csak énekel az ember. Akkor még egy ilyen buta kérdést teszek fel, hogy mit szeretsz jobban? Egy, egy komolyabb, fajsúlyosabb darabban játszani, vagy amikor önfeledten, vidáman, könnyeden, egy könnyed darabban? Ha jó a darab és jó a rendezés, akkor nagyon szeretek drámai szerepet játszani. Tehát az egyik leg ilyen szempontból mélyebb szerepem az, én József Attila voltam a Nájc ami egy iszonyatosan mély és nagyon nehéz szerep volt. Már nem játszom, de, de életem egyik legnagyobb élménye az volt, hogy abban 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 ugye nagyon a mélyre tudtam menni, és az én saját uh, sötétségeimet, a saját fájdalmaimat, vagy traumáimat, azokat úgy bele tudtam gyűrni ebbe a szerepbe. De közben megimádom azt, most legutóbb Veres Egyházban játszottuk a, a Szent Tevek által írt és rendezett Legénybúcsú című és amikor 1500 ember úgy nevet egyszerre, mint hogyha dörögne az ég, az egy hatalmas nagy dolog. És pont azt beszéltük a majd, hogy ezt a darabot tulajdonképpen az arénában is játszhatnánk tízezer ember előtt, mert, mert ott is ütne, és akkor tízezer ember röhögne egyszerre. És én nagyon nagy áldásnak tartom ezt, én nagyon sokan úgy azt mondják, hogy a végjáték, mint műfaj, hát jó, de hát az gagyi, hát az blödli. Szerintem azért egy födó, egy rékuni, szóval azért nem lehet azt mondani, hogy ők rossz darabokat írtak, és, és én azt gondolom, hogy lehet a, a drámát is jól, meg rosszul csinálni, meg hitelesen, meg rosszul is. Játékszínben szoktalak látni titeket, és azért az egy intím, hogy egy színészre hogy hatasz, amikor egy intím közegben? nagyon szeretem. Aha. Nagyon szeretem, mert nagyon, nagyon keveset kell játszani, és igazából a, a, az a jó, ha az ember nem játszik, csak történik vele a dolog, én, én, és ezért jó egy ilyen intém hely, mert akkor muszáj, hogy lemenjen minden nagy gesztus és mm. nagy sal, csak gondolatok vannak alapvetően. Mm. És én azt egyre jobban, egyre jobban szeretem azt, hogy nem, nem, kell, nem kell játszani semmit. Azt mondta, a bagóberci rendező barátom mondta azt, meg a főiskolán rendezett nekünk két darabot is, imádtam, és nagyon sokat tanultam tőle. És ott valami szövegbeli dolgok van, jó a szöveg, amit mondok, vagy nem jó szöveget mondok, és aztán te nem érdekel, mit dumálsz, történjen veled meg. És én azt gondolom, hogy a színjátszásnak ez a lényege, hogy az emberrel megtörténik. A vigyáték is. És egy vigyáték mélyén is mindig nagyon nagy dráma van. Hát azért megnézzük a nagy nevettetőket, ott mindig valami nagy szomorúság van az alján ezeknek Na, a történeteknek. Hát, ha már a nagy nevettetőknél tartunk, ugye a Chaplin nagyvárosi fények, Igen. ugye ez a címe, a játékszínben, hát az, az nem tudom, mikor megláttunk téged a színpadon Cseplinként, akkor, akkor egy ilyen szinte majd, hogy nem tudathassadásos állapot, mert annyira, annyira Cseplin voltál, hogy például ez milyen munkát, mit igényelt? Nézted egyfolytában napokon keresztül magát Cseplint? Vagy Igen, benyik? ilyen is volt, meg ugye ezt Vajk rendezte, és uh... És aztán elején lefixáltuk, hogy itt nem az a cél, hogy én most minden mozdulatát levegyem, hanem ott is inkább a gondolatisága, az, hogy a Cseplin ezzel mit akart, az hogy, a, az, hogy az egész darabnak, a szerepnek az ártatlansága, ott is a segíteni vágyás, ugye, hogy a vak virágáruslánynak ő segít, és akkor összeszedi a pénzt, hogy a szemét megműtsék, meg nem tudom, szóval az egésznek az ártatlansága. Legyen meg gondolati szinten. És hát ugye a kihívás ott az, hogy nem mondunk egy szót se, hanem zenére csináljuk, ugye, mint egy zenés néma filmnél a, a dolgokat, és hát valamit ott a motyogunk magunkban ilyen saját nyelvezeten, de de ott is csak a gondolat van, csak a szándék van és a gondolat van. És azért nagyon szeretem, hát szoktam mondani, hogy kétszer perc kardió, mert azért eléggé. Megterhelő, de közben meg, közben meg nagyon szeretem, mert egy olyan nagyon másik világ, mint amit egyébként eddig soha nem csináltam. Igen, ez semmihez nem hasonlítható. Már magad érintetted, a, hogy a spiritualitás fontos számodra, és azért akárha most arra gondolok, amikor úgy érezted, hogy a hangod nem olyan, vagy nem úgy, azért azt megélni nagyon nehéz lehetett. Az volt, igen. Tehát mennyiben játszott szerepet ez abban, hogy egyszer csak úgy döntöttél, hogy elmész az El camino -ra? Akkor épp egy nagyon mély fázisban volt az életem, és nagyon sok mindenben azt éreztem, hogy kudarcot vallottam, vagy úgy, inkább úgy menekültem, nem akartam már senkivel se beszélni, se talán úgy besokaltam mindentől, nagyon sok volt. Tehát ezért, ha belegondolunk, akkor a főiskolán is, de azért 2000 után beindult a Verkli, hál' Istennek, és ugye 2012-ben voltam az El közben jött egy adatgyózenekar, zenekar, közben kiadtunk öt lemezt, közben nekem mindenféle szerepeim voltak a madácsban, aztán a játékszínben, aztán már más helyeken is, 30 kat játszottam már akkor, plusz a koncertek, a nem -mi, és hát ez úgy egy hét év után egy kicsit elfáradtam ebbe az egészbe. Szóval itt ugye azt szokták mondani, hogy vagy minden van, vagy semmi nincs. Tehát olyan, hogy olyan, olyan, kicsit igen, meg nagyon nem, vagy olyan nincs, vagy megy, és akkor az embernek csinálnia kell. Nyilván bizonyos idővel, meg korral már az ember bátrabban mond nemet valamire, vagy azt mondja, jó, inkább két napot pihenek, ezt most nem csinálom, mert nem, annyira nem érdekel a dolog, és csak azért, hogy keressek vele x forintot, annyit most nem ér. De ott besokaltam, és azt mondtam, hogy akkor az országból el, és akkor nagyon sokat olvastam az El camino -ról. És akkor elmentem. Ugyan csak 12 napot voltam, 300 kilométert mentem, de szerintem még folytatni fogom. Uh -huh. Csak már nem melekül, menekülésből szeretném, hanem uh -huh. na akkor menjünk a végére. De hát azért 12 nap alatt is, hogyha 300 kilométer az napi 20, 5-30, igen. igen mert én szeretek túrázgatni is, és nagyon büszke vagyok, amikor mondjuk egy 15 kiló, 16 kilométeres hát bizony, távot megteszünk, Na, de hogy, és szoktunk is erről, mert a hugommal túrázom leggyakrabban, akkor elgondolkozunk azon, hogy vajon, hát most már nem, de mondjuk korábban képesek lettünk volna-e, nem tudom, akár 30 napon, 40 napon keresztül 25-20-30 kilométer. Nekem, amikor ott a vége fele közeledtem az El akkor azt éreztem, hogy én ezt egy évig tudnám csinálni. Tehát kicsit ilyen Forest Gump elmegy futni történet, hogy egy évig tudnám azt csinálni, hogyha lenne időm és pénzem, és nem kéne visszajönni, hogy reggel fölkelek, <kül> elindulok, erdő, mező, fűfa, virág, akivel találkozom, találkozom, este megpihenek, tízkor alszom, mert ugye nem tudom, általános iskolában aludtam tízkor utoljára, meg az El Camino. Mert ugyanis ugye reggel nyolctól annyira elfárad az ember, hogy tízkor már megy a szundizás, de, de egy csodálatos élmény volt. Találkozik az ember magával, a félelmeivel, a kudarcaival, a rossz döntéseivel. Nincs más, és ugye én alapvetően nem szerettem egyedül lenni soha. Kicsit kapcsolatfüggő is voltam, és és itt valahogy érdekes módon nem volt kérdés, hogy nem hívok magammal senkit. Pénzem se volt rá az egyik zsigajenő barátom adott kölcsönpénzt, hogy át tudjak menni, tehát pénzem sem volt rá. És, és az nagyon nehéz, amikor az ember az összes gyávaságával találkozik. Tehát az egy nagyon, nagyon kemény sztori, mert egyszer csak ott összeomlik az ember, hogy úristen, ezt, ezt is rosszul csináltam, meg ott is ott hazudtam, ott, ott gyáva voltam, és nem álltam ki ő érte, vagy saját magamért. Emlékszem, hogy az Adagyó zenekart is nagyon rosszul fejeztem be. És nem úgy kellett volna elválni a srácoktól, ahogy elváltam. <coughs> és hazajöttem az LK és az első utam az operáciázba vezetett, és a homonai Zsolt kerestem. És ugye teljesen fanatikus módon, és ők kérdezték, hogy de te mit keresed? Mondom, a Zsolti hol van? És mondták, hogy ott takarásba, hát megy a próba, hát valahol ott. És és emlékszem, hogy valami sztori volt a Zsolt, és oda és mondom, szia Zsolt, és ő hát meg? Mondom, csak azért jöttem, hogy ne haragudj. Én ezt elszúrtam. És te, és te ráztam, hogy kérlek, bocsássom meg nekem. És mondtam, hogy jó, van, nyugodj már, mert nincsen semmi baj. De mondom, nem, 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 értsd meg, hogy, hogy elszúrtam, ezt én nagyon elrontottam. Szóval nagyon, nagyon sok mindent fölhoz az emberből. Akkor azt ajánlanád, hogy ha valaki teheti, és nehéz helyzetben van, egy ilyen El magával való szembesülésen essen át, ami, ami, egy fizikai erőfeszítés is, mert nem csak arról van szó, hogy elvonulok dobogókőre, és ott üldögélek egy zárt szobában. Receptre életlen föl, szerintem mindenkinek el kéne menni az El camino -ra. ebben biztos vagyok. Mm. És nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik kell ezt szóba és mondják is, hogy fú, képzeld el, mostanában jutott eszembe, hogy el kéne menni, és mindig mondom, menjél el. Amikor, ahogy ez a gondolat megszületik, az nem véletlenül van, mint ahogy semmi se, akkor, akkor, akkor ott egy mag elültetődött, és akkor el kell menni. És mondom, én nagyon alig várom, hogy folytathassam. És mondom még egyszer, nehéz, mert mert azért vannak az embernek olyan dolgaim, amivel nem szívesen találkozik, vagy nem szívesen ismeri be, vagy vallja be még saját magának sem. De ezen túl kell esni. És úgy jó... Hát nekem így hullám, hogy valamikor így vicceket meséltem saját magamnak, mint egy őrült, és egy baromi röhögtem, és mondtam, hogy sajnálom, hogy milyen vicces vagy, és aztán meg zokogtam valami épp a következő pillanatban. Szóval nagyon, nagyon egy, egy, egy hullámvasút az egész. Mert hát azért abból a szempontból is ugye a kilométerekről hát. már beszéltünk, de hát az ember itthon megszokik egy komfortot, ott meg befekszik, nem tudom, 25 másik hát mellé. Vagy... És mondjuk ebből csak 30 horkoljon, és akkor vitte a füldigót, zenét, zenét hallgatta, meg lehet oldani? Meg Igen. lehet oldani, persze, meg annyira elfárad az ember a nap hogy ő maga is horkol, tehát Aha. hogy így beszáll a hangversenybe. Két rendezésen már túl vagy. Miért érezted fontosnak és a színészek közül miért érzik fontosnak néhányan, hogy akkor most rendezőként is kipróbálják, és kipróbálod magad? Én ezt sose éreztem fontosnak. Ez valahogy ugyanúgy van, mint ahogy a színházba jött az életembe, hogy én sose akartam színész lenni. Tehát én általános iskolában rettegtem a szerepléstől, rettegtem attól, hogy nekem ki kell állni, és el kell mondani két mondatot. A Fényes Litkén a templomba karácsonykor ugye ki lettek osztva, hogy református templom, hogy akkor most felosztjuk a verset, és te mondasz két mondatot, biztos, hogy belesültem, mert annyira izgultam, egy hete nem aludtam előtte. És valahogy a zene nyitott ki. Tehát amikor elkezdtem zenélni, vagy zenélni tanulni, akkor azt éreztem, hogy na ezt már úgy megmutatnám, hogy én ezt tudom. Ügyhogy, úgyhogy, igazából, igazából ez, 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 ez ilyen nagyon, nagyon érdekesen alakult, és a rendezés meg ugyanígy véletlenül, mert igazából egy ilyen, tehát három rendezés van mögöttem, hogy a plegykafészekkel indult, nem tudom, négy vagy öt évvel ezelőtt Veresegyházon, ott a Venyiges anyék nagyon hisznek bennem, és én azért nagyon hálás vagyok. Ott az utolsó tíz napban e, megváltak a rendezőtől, és a második felvonással még nem álltunk sehogy. És, e, én mondtam a Sanyinak pár rendező nevet, hogy szerintem kik kell érdemes akkor ezt befejezni. És aztán fölhívtak, mit tudom én, kilenc nappal a premier előtt, hogy akkor lehet gondoltunk. És magamat nem mondtam. Mert hogy olyan jó ötleteid voltak a próba közben, meg úgy figyelgettük, meg minden. És akkor úgy fejeztem be, hogy én lent ültem a kilenc nappal hetet, valaki lejárta az én dolgaimat, és ja, uh, hogy mert, játszom, is, nem mai nem napig játszuk, hál' Istennek, nagyon nagy sikerrel és egy nagyon jó pofa előadás lett belőle, és a titka az volt, hogy nem volt időm betolni, hogy nekem ez megye vagy nem. Tehát azt hiszem, hogy az élet úgy rendezte, és akkor itt jön az eleve elrendeltség, hogy, hogy nem volt időm azzal foglalkozni, hogy úristen, nekem ez megy vagy nem, hanem kilenc napunk van, hogy gyerünk toljuk. És akkor valahogy így a kreativitásom meg a, a fantáziám úgy kiterjedt erre az egészre, és szerintem egy nagyon-nagyon jó pofa dolog lett belőle, és aztán jött a, a azt hiszem a Black Comedy című előadás, amivel a pandémia nagyon elbánt, mert nyolc hónap alatt sikerült ezt úgy befejeznünk, hogy próbáltunk két hetet leállt a színház, próbáltunk három hetet leállt a színház, és ez nyolc hónapig húzódott, és a végén is egy ilyen hat kamerás stream felvételt tudtunk belőle csinálni, közönség és minden nélkül, de most egy vigyelték halála, hogyha nem nevetnek rajta az emberek. Hú, hát éppen valamelyik nap a Bujics is együttes, Koncertje volt, és árulták el, hogy milyen érzés volt nekik, hogy úgy leadtak egy koncertet, hogy még meg is hajoltak a közönségnek, nem, aki nem ültött. koncert lehetett, igen. Igen, borzasztó. Igen, ez a része szörnyű volt, és nem lehet, főleg vígjátékot nem lehet közönségnek, hogy csinálj, ez egy olyan szimbiózis, Persze. és egy olyan koézió, amit nem lehet egyedül. Isten őriz, hogy én kisebbítsem a csak rendezők, tehetségét, tudását, genialitását, de mégis laikusként azt képzelem, hogy igazán egy színész érzi azt, hogy mit kéne. Nem Lehet, hogy Erre nem. sok pozitív és sok ellenpélda is van, mert vannak zseniális rendezők, akik nem színészek, és nem is voltak soha, és vannak nagyszerű rendezők, akik színészből lettek rendezők. Hú, nem tudom, hogy mennyire zárja ki egyik a másikat. Talán a színészetből való rendezésbe át nyúlásban benne van egy csomó technikai dolog, benne van egy csomó olyan pedagógiai dolog, hogy az ember tudja azt, hogy nem most színész lennék, és ott lennék közöttük, mm -hmm. akkor nekem most nagyon rosszul esne az, hogy... És milyen jó lesne viszont az, hogyha azt mondaná nekem a rendező most ebben a helyzetben, hogy és nagyon sokat, igazából nem is csak a rendezést tanulja az ember ebből, mert én mindig elszoktam mondani, hogy én nem tartom magamat úgy rendezőnek, mint az, aki elvégez öt évet az egyetemen, és aztán rendezői papírja van, és egy színházi rendező. Én, én, ezt úgy tanulom, és ha valahol adnak rá lehetőséget, akkor én ezt, és úgy érzem, hogy képes vagyok rá, akkor én ezt, ezt kihasználom, ezt a, ezeket a lehetőségeket. Csak közben meg olyan jól esik, hogy legutóbb az 1 3 néha csináltam szintén Veresegyházon, és hát olyan főszereplőkkel, mint a, a Mihályfi Mihály a Kerekes Pubi, sorolhatnám tényleg remek, remek, Be Beleznai Endre, a Mohai Tamás, és amikor a Kerekes pübi-val összefutok a mi kis falunk forgatásén, és azt mondja nekem, te én úgy szeretem játszani ezt az előadást, és képzeld el, azon kapom magam, hogy ott állok a takarásba, és nézem a kollégákat, hogy milyen, és örülök neki, hogy nekik is sikerük van. És hogy ez milyen ritka dolog, és olyan olyan jó érzés, hogy nekem ehhez van közöm, meg hogy teltházzal játszák, meg, meg ügyesek benne, szóval olyan olyan jó érzés ez. Aztán, hogy mennyi van nekem ebből, meg mint rendező, meg mint ö, alapvetően én színész vagyok, ha lesz még lehetőségem, élni fogok vele, ha nem, akkor ez is szuper volt. Uh -huh. Mielőtt elkezdtük a felvételt, akkor kicsit arról beszélgettünk, hogy imádsz, otthon az otthonot körül tenni, venni, és hogyha itt majd befejeztük, hazamész és borostyánt igazgat. Hogy tényleg egy színésznek hogy telik az életem, mi ott ugye ülünk a nézőtéren, rajongva nézünk titeket, és hát elfogultság van bennünk, rajongás van bennünk, azt gondoljuk, hogy ti nem jártok piacra, vagy nem tudom, nem, nem vágjátok a borostyánt. Tehát hogy, hogy, zajlanak a hétköznapjaid, amikor éppen nem nyűzsöksz? Én járok piacra, járok boltba, vágom a borostyánt. Én egy vidéki falusi gyerek vagyok, tehát hogy én nekem, nekem semmi olyan tehát én velem, hogyha bárki találkozik, és nem tudja, hogy én színész vagyok, az nem mondja meg, hogy én színész vagyok. Belépsz egy boltba, belépsz egy bárhova. Nem, ezt most arra mondom, hogy ha valaki nem tudná, hogy én az vagyok, Igen. akkor a viselkedésemből nem mondaná Igen. azt, hogy hát te valami színész lehetsz, mert olyan furán, de nincs ilyen. Egyébként alapvetően sem színpadon exhibicionista vagyok, de ott sem, ott is nagyon fontosnak tartom a nem öncélú magamutogatást, hanem hogy valami hatást történjen meg bennünk, amivel hatást gyakorolunk az emberekre, tehát hogy ennek célja van, akár a nevetéssel, akár a sírással, vagy az elgondolkodással. Viszont az életben nem szeretek szerepelni, tehát hogy én a, a Tesco-ba este tíz után megyek, mert ott már nincsen senki. És régen még nagyon vágytam arra, hogy megállítsanak, és ma is nagyon jól esik természetesen, mert az mindig egy visszaigazolás, de ma már, ma már inkább ne. Szóval úgy vagyok vele, hogy a vége az előadásnak, és mindig kérdezem a portán, hogy van valaki, és mondtam, hogy nincs. Szuper, akkor mehetek haza. Mert valahogy úgy érzem, hogy, hogy ezen már túl vagyok, hogy akkor most e, azt úgy is hallom, meg bent, amikor tapsolnak, hogy ez most sikerült-e, vagy nem, és nekem az elég, nekem már nem kell több. A Monár Piroskának volt, most olvastam egy interjúját, és ő is nyilatkozta, hogy a színházon kívül ő is ugyanolyan ember, mint bárki más, hát nyilván természetesen. Tehát, hogy az egésznek a körítésével úgy tűnik, hogy nem, de nagyon is, igen. Tudjuk, a borostyánvágás már pihentet, de mi az, ami még így, nem tudom, olvasni, filmet nézni, más színházakba elmenni? Nagyon hamaradik. sok restanciám tartozásom van színházi előadásokat megnézni, mert a, mivel sokat játszottam, ezért soha nem volt időm is. Úgy egy ponton túl az ember már, amikor nem játszik, akkor örül, hogy nem megy színházba de közben meg azt gondolom, hogy kutya kötelességünk nekünk egymást megnézni, és euh, elmenni a, a Vígszínházba, elmenni a Radnótiba, a Katonába, az Operáciánzba, Kecskemétre, ahol szintén volt lehetőségem, meg még lesz egy pár alkalommal játszani, ott a Cirkusz Hercegnő című az első operett az életem, amit a, az Eszenyenékő rendezett. És uh, hogy érezted magad benne? Én nagyon szeretem, nagyon szeretem azt a társulatot, ami ott van. Nagyon szeretem azt a fiatalos energiát, a, a szándékot, ott a Sirkó Laci bácsi, akit, akit imádok, és iszonyatosan és, és jókat nevettünk, és, és beszélgettünk minden egyes alkalommal, mikor lent voltam. Szóval nagyon sokat tanulok tőle, megtanultam tőle, de a fiataloktól is. Nagyon, nagyon tisztelem a Cseke Pétert azért, amilyen színházatot összehozott, mert én soha nem voltam társulati tag, nyilván a Madány Színházban, nem voltunk társulat, volt egy mag, meg a játék is alapvetően van egy mag, de úgy lemenni vidékre és bekerülni egy társulatba, olyan még nem éltem meg, és ez nagyon-nagyon jó kaland volt, és nagyon szerettem, és nagyon szeretik a nézők az előadást, hál' Istennek, és, és én is nagyon jól érzem magam benne. A Jászai Mari díj az egy, a színészek, a művészek világában az egy komoly elismerés. Igen. És gondolom nagyon örültél is neki. Nagyon igen, nagyon, igen. De van neked két másik elismerés, az egyik a sósimre a másik pedig a Kránic Lajos. Egy van. Hát egyik se élt. Mit tudsz te ezekről a művészekről, és mit jelentett az ő nevükkel fémjelzett díjat megkapni. Hát ugye a Sósérme díj volt az első ilyen díj, amit a szakmától kaptam. Akkor voltam, azt hiszem 28 vagy 29 is, ugye ez a 30 alatti fiatal pályakezdők díja. És emlékszem, a Lampi Lajos fölhívott a színész egyik vezetője, és mondta, hogy Sanyikám, hát az a helyzet, hogy kapsz tőlünk egy ilyen díjat, és hát iszonyatosan boldog voltam, mert, mert akkor értettem, vagy éreztem meg először azt, hogy a, a, szakma az így odafigyel arra, hogy én mit csinálok. Mert annyira el voltam foglalva azzal, hogy csak csinálom, csinálom, hogy így ez eszembe se jutott, és az egy nagyon-nagyon jó érzés volt. És hát a, a maga, mint, mint jelenség, az, hát ő is egy vidéki. Ember volt is, hogyha igaz a sztori, hogy ő mezitláb jött föl Budapestre, e, e, és egy, egy, egy ős tehetség volt, e, iszonyat szenvedéllyel, és gondolom rengeteg traumával és szenvedéssel a háta mögött. Szóval ez mindenképpen az, hogy egy vidéki embernek a nevét hord, ez az ez a díj, ez, 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 ezt nagyon szerettem. Kránisz Lajosnak imádtam a hangját, imádtam a színészetét, és ugye ez a játékszínnek egy díja, azt hiszem, hogy az év színésze kapja meg, és, és aztán ott a játékszínben meg még volt két olyan díj, amit, amire azért voltam nagyon büszke, mert azt hiszem, hogy 2018-19-ben mind a két évben egymás után a Hernádi Judittal megkaptuk a nézők szavazatai alapján a legjobb színész, legjobb színésznő elismerését, és az, hogy én ezt a Júcival kaptam meg, az, egy, az, egy, az egy jó. Tehát a, a, a díj mellett az, az, az egy az másik lége. díj volt, mm. hogy én vele álltam. És emlékszem, a másodjára fölmentünk a, a díjért, és jöttünk le, azt mondtam, Muci jövőre nem jövünk, <laughs> <laughs> mert már kínos lesz. <gül> <gül> De ez jó esett. Ez jó esett, igen. Szóval mm -hmm. ezek, ezek nagyon, nagyon jó díjak. A Jászai Mari díj ugye alapvetően az meg egy állami kitüntetés, annak is nagyon örül az ember. Tehát, hogy ezek, ez az, hogy a szakma, a, az ország, a, a, a nézők figyelik, amit csinálok, az, az jó. Nagyon hiszek abban, hogy Ugye vannak ezek a nagyon jó mondások, hogy a méz nem érzi a maga édességét, és a, a lámpa nem látja a maga fényességét, hogy valahol szerintem az a fajta dolog működik a színházban is, hogy az ember csinálja a dolgát, és hogyha járulékosan vannak vele ilyen dolgok, annak természetesen nagyon örül az ember, meg hát pláne az még egy nagy steng. Tehát a Sós Imre délután is azt éreztem, hogy na most aztán oda kell tenni magam, mert hogyha ezek így figyelnek rám, akkor nem hagyhatom őket cserbe, hogyha ők bíztak bennem, és adtak nekem egy ilyet. Most a Jászaival ugyanez a helyzet. Jó veled beszélgetni. Viszont kívánok. nem csak Köszönöm. nézni ott fönn a színpadon, és lassan ugye le is kerekítjük ezt a beszélgetést. Tehát ez nem titok, hogy itt egy felvétel készül augusztus 8-án, Neked a születésnapod augusztus 18-án van, ha most megint a számokhoz nyúlunk, ugye, ha a, a, művészet világában eltöltött, és most a színházra gondolok elsősorban, nagyjából egy harmada van meg a pályának, nem? Tehát egy ilyen húsz év. Ha az emberi életet nézzük, akkor nagyjából a, hát a felén tartasz. Azt én értem, hogy mindenbe beleveted magad, minden lehetőség jó leség, minden, ami, amikor valakinek eszébe jut. De te hogy nézel az elkövetkező időszakra? Hogy hagyod-e azt, hogy mindig valaki más hívjon, gondoljon rád? Vagy vannak, nem tudom, titkos vágyaid, álmaid, amiről azt, azt mondod, hogy na ezt addig nem halok, meg míg ezt meg nem csinálom? És lehet, hogy nem is konkrét szerepre gondolok. Igazából úgy inkább hagyom hogy ezek eddig is mindig így volt hál' Istennek és kicsit remélem hogy így is lesz hogy megtalálnak engem ezek a ezek a szerepek vagy ezek a színházak akik felkérnek engem. Ö, Istennek hála sose kellett becsengetnem sehova és azt mondom hogy figyeljetek adjatok már nekem valamit már nincs. Ezért mérhetetlenül hálás vagyok mert ez egy nagyon nagy áldás azt gondolom. Az, hogy ez meddig tart remélem hogy a, a végéig. Ö, Tulajdonképpen most elkezdtünk két barátommal egy ilyen kicsit ilyen produceri ténykedést is, és például a nemrég említett ilyen a világ című előadást, amit a Vajkért is rendezett nekünk, a Fekepali barátom, a Serben Attila barátom, és még sokan mások játszunk, illés dalokból álló házi buli sztori, azt két barátommal most fölkaroltuk, mert nagyon régen nem ment, és akkor kitaláltuk azt, hogy ez ebbe az előadásban sokkal több van, mint amit a játékszín mellett tudtunk játszani, és országos turnéra megyünk vele. Most Nyíregyházán telt előtt le is játszottuk az elsőt, és most kezd beindulni, hogy jönnek a további előadások. És akkor van az a, aki a díszletet hozza, van az, aki a lámpaparkot, meg a fényt, meg a színpadot, én meg a, a művészeti részét, megszervezését vállalom a dolognak. És kicsit ez egy ilyen, egyrészt nagyon szeretjük az előadást, másrészt picit egy ilyen B-opció, vagy másik lábon állás, látva azt, hogy a mai világban mennyire bizonytalan minden, és, és a színházak helyzete, és a rezsiárak, és a nem tudom micsoda, hogy egy kicsit arra fölkészülni, hogyha esetleg bármi megint történik, bár bízunk benne, hogy nem, mert elég, elég volt most már ez a pár év, hogy hogy az ember azt tudja mondani, hogy jó, rendben van, de nekem ott van még az, hogy. És mellette ez a forgatás, ugye most forgatok a, a, Most vagy Soha című 48-as Petőfi filmben, ahol Emi Gustáv szerepét bízták rám, és egy tulajdonképpen az egyetlen vicces figura talán, vagy, vagy egy-két vicces figurából az egyik, ami a filmben van, és én nagyon szeretem ezt, és egy nagyon-nagyon izgalmas és profi dolog és nagyon hálás vagyok, hogy részese lehetek, mert azért egy kosztümös filmben játszani, és, és tényleg olyan gyönyörű képek születnek, hogy néha, néha egy jelenetet, hogy így az ember el se hiszi, hogy ez... És akkor ott állunk, abban az ablakban állunk Budán, ahol a táncsicsot valóban kiszabadították, és ott forgatjuk, és húzzák ki a színést, és kihabálja az 500 fő statista, hogy, hogy táncsics. Szóval ezek, ezek, ezek nagyon nagy dolgok. Közben ott a mi kis falunk, amit a ott a Szabó Győzővel vagyunk párban, és nagyon sok jó napot töltöttünk együtt már a nyáron is. És az emberi, tehát a, a színházunk ki, a műli világban, életedben. Barátaimmal, a családommal nagyon szeretek lenni, Öhm igazán nagyon szeretek hajózni, vitorlázni, a Balatont nagyon szeretem, az Énnek nagyon kikapcsol. a vitorlája. Igen, 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 <laughs> azt két, két, barátommal birtokoljuk már egy ideje, az is a pandémia alatt jött, hogy akkor tegyük le a vitorlás vizsgát. És ott is egyébként két olyan barátomat, a, Zsiga meg a Nelki Csabi barátomat sikerült összehozni, amikor kiderült, hogy akkor jó lenne hajózni de egyedül nem tudtam volna megvenni, és mondtam, hogy álljunk össze akkor hárman, de hogy kikkel, és akkor először eszembe jutott ez, aztán az, és ők nem ismerték egymást. És most ugyanolyan jó barátságban vannak, mint én bármelyikükkel. Szóval ez egy nagyon érdekes jó megérzés volt, hogy és ugye itt nagyon fontos a bizalom, anyagilag, erkölcsileg, mindenhogyan, azért mégis hárman vagyunk, a felelőssége nem tudom, és, és hibátlanul, tökéletesen működik, hál' Istennek. Szóval azt nagyon szeretem, azért a Balatonon meg a Vitolázés egy nagyon nagy szabadságot ad szintén. Úgyhogy minden, ami természet közeli, az, azt nagyon szeretem. És jól vagy. És köszönöm szépen jól vagyok. Hát akkor ez legyen is így még minimum 40 évig de akár tovább is. Viszont kívánom. Úgyhogy köszönöm. Nekem 40, Na, hát azért az az érde az érdekes nem. lesz, biológiai csoda lenni. Örülök, hogy itt voltál! Én meg nagyon Tényleg köszönöm, jó esőt beszélgettünk. Remélem, önök is így érzik, akik velünk tartottak. Úgyhogy várom önöket a Youtube csatornán, iratkozzanak fel, és akkor biztos, hogy nem maradnak le. Ilyen is. Ehhez hasonló jó beszélgetésekről. Köszönöm szépen!